Na, most az van, hogy csinálok először is a teát, mert hogy ma még nem ittam tehát. pedig euh, még épp, hogy csak meggyógyultam, és egy kicsit a hangomon még mindig érzem a betegséget. A csomagolásmentes boltból vásároltunk gyümölcsteát, és most annak a, a végét fogom már elkészíteni. És addig, amíg a víz forraló egyre hangosabban forralja a vizet, Addig nem beszélek, hanem megvárom, mert aztán nem lesz semmi, sem hallható. Tökéletes. Itt készül a finomság az én kedvenc bögrémben. Most ezzel várunk néhány percet, aztán teszek bele mézet is. A mai videó lesz a, a marokkói videóknak a lezárása. Ez lesz az utolsó rész, amiben még erről, illetve az alapkultúráról fogunk beszélni. Mielőtt belevágnánk a mai videó részleteiben, Szeretnék két dolgot megemlíteni. Tudom, fejből fújod, de azért elmondom, mert ezek a szívem csücskei. Az egyik a könyvklub, a másik pedig a filmklub, amiket, hogyha esetleg nem ismersz, akkor találsz a leírásban két linket. Az egyik egy videóhoz fog téged vezetni, amiben elmondom, hogy mik ezek, a másik pedig a csatlakozási link. Most már amúgy egy jó ideje élőben nyomatjuk az értékelőket, és nagyon jó, elképesztő teljesen más lett így a hangulata, és én nagyon-nagyon élvezem, úgyhogy nagyon szeretném ezt a formátumot megtartani. Amíg ázogat a tea, addig itt profi módon felvezetem, hogy mi lesz a mai témánk, amit egyébként szerintem a cím alapján kitaláltál. Ez az arab szokások és... Uh, milyen címet adtam a videónak? Arab kultúra és szokások. Amúgy tök jó, tök jó, tök jó, hogy mondtam, hogy profin fogom felkonferálni. Na jó, szóval... <laughs> Egyszer, vágás! Arab szoká... Az vajon már várandóság miatt van? inkább felolvasom. Arab kultúra és szokások Marokkóban. Szóval, hogy az arab kultúráról és az arab szokásokról szeretnék egy kicsit beszélni. Azért írtam oda, hogy Marokkóban, mert hogy a mostani pontok közül lesz olyan, ami úgy általánosságban az arab világra, illetve az iszlám világra jellemző, de lesz olyan, ami marokkó specifikus, és majd ezeket jelzem is. Számomra az arab és a berber kultúra, mert hogy szeretném ezt is egy kicsit így idevenni, tekintve, hogy Marokkóban is jelentős berber népesség él, Szóval, hogy az én szívemhez nagyon közel állnak, nem csak azért, mert ugye az én ereimben is folyik arab és berber vér, hanem úgy egészében érdekesnek találom. De valószínűleg, igen, azt el kell ismernem, hogy valószínűleg a származásom az oka annak, hogy ilyen szinten szeretek ezzel foglalkozni. Na, és egyébként amúgy, ha a vallásokról van szó, akkor én most ugye a Bibliát olvasom, erről készítettem egy videót, viszont majd hosszú távú tervem, hogy a Koránt is elolvassam mert bár egész sokat tanultam már így az iszlámról, meg egész sokat hallottam róla, a családom utazás által, de mégiscsak teljesen más az, amikor ugye te magad olvasod el egy vallásnak az alapkönyvét. Hozok egy zsebkendőt is. Nem tudok mit kezdeni azzal, hogy minden tünetem akkor jön vissza, de csak is akkor, amikor egy videót próbálok felvenni. Szóval, hogy a vallás az egy nagyon fontos szerepet játszik az arab országokban, így Marokkóban is. Többségében egy iszlám társadalomról van szó, és az iszlámról hallhattad már, ebben biztos vagyok, hogy ezzel találkoztál, hogy ők napi ötször imádkoznak. Ez az egyik alappillére az iszlám vallásnak, és ezért nagyon komolyan is veszik egyébként a hívők ezt a napi ötszöri imát, ami közül az első, az így napfelkelte környékén van, az most olyan 4-5 óra, hajnali 4-5 óra. Az utolsó, az pedig este, az most nagyjából 9 óra. És ez Marokkóban. És ezt azért így mondom, hogy Marokkóban, meg hogy most nagyjából hány óra körül van, mert hogy ahogy a nap felkelte és a napnyugtának az időpontja változik, úgy az imáknak az időpontja is változik. Jogos kérdés lenne, hogy akkor honnan tudják mégis az emberek, hogy mikor kell imádkozni, vagy hogy tudnak -e egyáltalán pontos időpontot. És a válasz erre, hogy igen, ugyanis van egy ilyen nem tudom a hivatalos nevét, de iszlám ügyekkel foglalkozó minisztérium Marokkóban, és ők azok, akik meghatározzák minden város számára havonta hogy mikor kell imádkozni. Én ezt még tizen néhány éve Algériában is láttam, hogy az újságban is megjelentek ezek az időpontok, így az emberek tudták, hogy mihez tartsák magukat, meg nyilván a tévében, gondolom az interneten, szóval, hogy hozzá tudnak jutni azért ehhez az infóhoz. Egy ima nagyjából 5-10 perces, és ugye itt is vannak meghatározott szövegek, mint ahogy a kereszténységnél, viszont ami még itt pluszban van, hogy vannak meghatározott mozdulatok is, tehát van egy mozdulatsor. Ezt egyébként láthattad is, hogy ezzel biztos vagyok benne, hogy legalább képen találkoztál. Én most nem fogok idevágni képet, mert ezt kicsit furcsának érezném, de hogy olyan képek, mint például amikor előrehajolnak a imaközben, vagy pedig térdelnek, vagy akár teljesen leborulnak a földre ennek mindnek megvan a maga menete és a maga sorrendje. Az imát egyébként ott kell elvégezni, ahol éppen az ember van. Természetesen a legjobb, hogyha a hívő el tud menni a legközelebbi mecsetbe, és ott közösen tud imádkozni a többiekkel, de ez nem kötelező, meg nagyon sokszor ugye nincsenek is meg ennek a feltételei, tehát akár valaki utazás közben éppen ahol van, ott tud imádkozni. Ami a kereszténységben a vasárnap, az az iszlámban a péntek. Szóval itt a péntek a legfontosabb vallási szempontból. Ezen belül is a péntek déli ima az, a, ami, amire leginkább törekednek az emberek, hogy mecsetben vagy közösségben tudják elvégezni. <Sessz> Függetlenül attól, hogy valaki hol imádkozik, vannak bizonyos rituáléik és szokások, amiket a hívők minden esetben betartanak. Közben most eltávolítom Teámból a nem filter filtert, és teszünk egy kis mézet is, mert szeretem a mézet. Az iszlámban nagyon nagy jelentősége van a tisztaságnak is egyébként az ima kapcsán, és épp ezért a hívők, mielőtt imádkozni kezdenének, megmossák a karjaikat, könnyékig a lábfejüket, illetve az arcukat. A sivatagban ugyanezt a vízszűke miatt homokkal is megtehetik, a lényeg a rituálén van, hogy az meglegyen. A másik dolog, amit mindenképp betartanak, az az, hogy függetlenül attól, hogy valaki hol van a világ bármely pontján lehet is, nagyon fontos, hogy Mekka felé fordulva imádkozzon. Ennyit az imáról, most térjünk át a több nejűségre, és ehhez ö, üljünk le. Na, először is kostoló. Menjei. Több nejűség. A poligámia ma már a világ nem túl sok országában legális. Marokkóban igen. Jogilag, és hangsúlyozom, hogy jogilag, megengedett az, hogy egy nő több, egy nő több férfit vegyen el feleségül. Nem. Hogy egy férfi több nőt vegyen el feleségül. De ez jogilag van így, igazából már nem annyira bevett szokás. A több több aspektusa van. Van egyrésztről a jogi oldala, hogy ez hogyan valósítható meg, másrésztről a vallási oldala. A korán ugyanis a többnyűséget, azt az egyenlőséghez köti. Azt mondja, hogy akkor legyen több feleséged, hogyha mindegyiknek egyenlő feltételeket tudsz biztosítani. Ha ez nem megy, akkor ne legyen. Ez azt jelenti, hogyha az egyik nagyházban lakik, akkor lakjon a másik is nagyházban. Hogyha az egyikkel sok időt töltesz, tölts a másikkal is sok időt. Hogyha az egyiket nagyon szereted, szeresd nagyon a másikat is. Tehát az egyenlőség nem csak a tárgyi dolgokra vonatkozik, hanem az élet minden területére. Aztán ott van a jogi oldala. Jogi szempontból, hogy a többnyűség Valósulhasson, ahhoz kell az első feleség beleegyezése. És hogyha ez még valamilyen csoda folytán meg is lenne, ezután még egy ilyen bírósági nyomozás, vagy egy ilyen bírósági utánajárás is indul az ügyben, nagyon alaposan megvizsgálják az ügyet, mielőtt elbírálják. Szóval sem elméletben, sem gyakorlatban nem annyira egyszerű a többnyűség, de már nem is igazán látni erre példát. A következő érdekesség, Marokkóban, én erről korábban nem hallottam, ez a házassági levél kötel. Ezt nem így, ez így nem fog menni, ezt inkább így mondatba foglalom, szóval, hogy a, a marokkóiaknak, hogyha szeretnének Marokkóban megszállni, és legalább a párnak az egyik fele marokkói, kötelező házassági levelet bemutatniuk ahhoz, hogy elszállásolják őket. Ez nekem tök új volt, szóval, hogyha már az egyik fél marokkói és nincs házassági levelük, akkor nem tudják őket elszállásolni. Mi egyébként úgy tapasztaltuk, hogy ez nem egyéni döntése a szállásoknak, hanem ez egy ilyen általános dolog. És az utolsó dolog, ami számomra ilyen érdekesség volt, és így a helyekkel beszélgetve rajzolódott ki, ez a címkézéssel kapcsolatos. Ugyanis ahogy jártunk-eltünk jártunk Marakesben, láttuk, hogy minden étteremnél, ahol van vegetáriánus opció, akkor ezt így is nevezik meg, hogy például vegetáriánus kuszkusz, -kusz, vegetáriánus tazsim. Néhány eldugottabb helyen láttuk, hogy nem a vegetáriánus szót használták, hanem hogy zöldséges, de alapvetően a turistásabb részeken ment úgymond ez a címkézés. Nekünk ez nem is volt amúgy furcsa elsőre, egész addig, amíg nem elegyettünk szóba helyekkel az étkezésről, és akkor emelték ki, hogy igazából ez a vegán, vegetáriánus, eszik húst, nem eszik húst, mit eszik, mit nem eszik, ez Marokkóban annyira nincs meg. Már mint természetesen vannak emberek, akik vegetáriánusok például, nem is kevesen, de hogy nem címkézik sem magukat, sem másokat, és hogy nem is nagyon csinálnak ebből ügyet. Közös étkezésekkor, hogy valaki mit kér enni és mit nem kér enni, azt nem nagyon kell megindokolni, és nem is kell mondani, hogy miért, hanem egész egyszerűen azt mondod, hogy én ezt kérem, ezt pedig nem kérem. Nekem ez a hozzáállás nagyon szimpatikus volt, hogy nem téma annyira az, hogy ki mit eszik, mert hogy ez mindenkinek a saját dolga, mindenkinek a, a privát döntése, és ezt a többiek tiszteletben tartják. Természetesen a turisták miatt egyszerűbb a megfogalmazás, és... Nyilván figyelem fel kell több is az, hogyha úgy van kírva, hogy vegetáriánus valami, úgyhogy ezt a külföldiek miatt nagyon gyakran használják a turistészekem. De hogyha egymás között vannak, akkor közel sem ennyire népszerűek ezek a kifejezések, mint nálunk. Én ezzel már csak azért is szimpatizáltam, mert mi magunk sem eszünk húst, viszont általában én ezt szeretem így mondani, hogy én nem eszek húst, és nem úgy, hogy vegetáriánus vagyok ugyanaz, mert hogy az vagyok, de, de nem érzem szükségét annak, hogy ezt egy szóval illessem. És nagyon tetszett, hogy ott ez az alapvető gondolkodás. Ezeket az érdekességeket gondoltam megosztani veled, számomra ez egy nagyon különleges világ, és mindig is nagyon izgatta a fantáziámot, és szerintem ez így is fog maradni. Most egy időre valószínűleg, hogy így a, az arab témától eltérünk, mert most így ennyit éreztem magamban, meg ezeket szerettem volna megcsinálni, de idővel egész biztos vagyok benne, hogy vissza-vissza hogy fogunk azért kacsingatni ehhez a témakörhöz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Hello, hello!